A nyelvvizsga nem csak a diploma feltétele, mesterképzésre sem jelentkezhet az a hallgató, aki nem szerzi meg a nyelvvizsga bizonyítványt. A nyári hónapokban több idő jut a nyelvtanulásra, a diákok száma akár duplájára is nőhet ilyenkor a nyelviskolákban. A tanulók néhány hét alatt több éves lemaradásokat is behozhatnak egy-egy intenzív tanfolyamon. Nagyon sokat tudnak haladni a diákok, hiszen, mint említettem, tehát két hét alatt akár három szintet is át tudnak rendszerezni, ez egy egész tanévnek az anyaga. Ezért szoktak a diákok jelentkezni, mert már előre tanulnak akár a következő tanévre, vagy pedig a szeptemberi nyelvvizsgára készülnek föl. Nem mindenki gondol előre a nyelvvizsgára, így a főiskolára érkező hallgatók, főleg a felsőoktatási szakképzésre jelentkezők között kevés diáknak van a nyelvtudásáról bizonyítványa. A diplomamentő program bevezetésével egyre többen kapják meg a diplomát, a programban tanulóknak azonban kötelezettségeik vannak. Támogatási szerződést kell kötniük, és ha nem sikerül a nyelvvizsgájuk, visszafizetési kötelezettségük keletkezik. Indítottunk 360 órás, és indítottunk 240 órás kurzusokat is. A OFA honlapján található minden olyan információ, ami hasznos lehet azoknak, akik érdeklődnek. Az OFA önmaga is megköti a támogatási szerződést ezekkel a hallgatókkal. A támogatási szerződésben benne van, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni. Mi a képzőintézmény azt kérjük, mert mi is kötünk egy felnőtt képzési szerződést, azt kérjük, hogy a kurzusok 80%-án vegyenek részt a hallgatók. Van egy ilyen visszafizetési kötelezettség, de ezt mindig az OFA szabályozza. A főiskola most fejezett be egy két éves komplex nyelvi fejlesztést célzó pályázatot. Ennek keretein belül a hallgatók C-típusú tárgyként tanulhatnak nyelvet, ami a nyelvvizsgára készít fel.